Folytatódó fejlesztések, újabb utak és járdák újulnak meg a hegyvidéken. Célegyenesben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer, megérkezett Budapestre az első 20 hulladékgyűjtő jármű. Sportolás VB nézés közben elkészült a MOM Sport új szabadtéri edző részlege. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Tovább folytatódik az út- és járdafelújítási program a kerületben. Ebben az évben összesen 8 járda és lépcső, illetve 13 útpálya kap új aszfaltszőnyeget vagy térkőburkolatot, így mindegyik út jobban bírja majd a megterhelést. Várhatóan a Németvölgyi út felújítása tart majd a legtovább, de augusztus végére, vagyis iskola kezdése ez is elkészül. Készül a Kosta József utca új burkolata. A Liptó utcától a Nagysala utcáig tartó szakaszon nem csak az útpálya újul meg, de a járda térköveit is kicserélik. A régi, megkopott szegélyt azt kicseréljük újra, tehát új szegélyt kap, új aszfalt burkolatot és a járdát pedig helyreállítjuk. Azonban nem ez az egyetlen útszakasz, amit ebben az évben helyreállítanak a hegyvidéken. Mártonfa utcát azt elkezdtük, a teljes útpálya és járdaépítés lesz Irhás árokba. Ott ma aszfaltozunk, tehát az gyakorlatilag a mai nappal készen is lesz. Augusztus végéig a kerület 21 pontján újulnak meg az utak, lépcsők és járdák. Nagyobb járdát, illetve lépcsőt építettünk, az összesen 8. Útépítések közül belefogtunk 12 utcába, és 13-nak ez egy szerencsés szám szerintem, és nem szerencsétlen. Szerencsés az a Németvölgyi út, az a 13. Tehát, hogyha jól számolom, akkor 8 meg 13, az 21 nagy munkát kezdtünk el ebbe az évbe, amit augusztus 31-ig be is fejezünk. Új burkolatot kap többek között a Zsolna utca, a Mártonfa utca és az Adonis utca, de felújítják a járdát a Diana közben, a Tusnádi közben és az Arató utcában is. Emellett pedig helyreállítják a Zólyomi lépcsőt, a Csaba lépcsőt és a Fészek lépcsőt. A Szép kilátás lépcső már el is készült, a régi korlát oszlopait egy sablon segítségével újraöntötték, így a lépcső stílusán nem változtattak, ismét egykori formájában látható. Az utak építése során is a legkorszerűbb technológiát használják. Vannak olyan munkáink, ahol csak mondjuk kimondottan az útpályával foglalkozunk, azért, mert az rosszabb állapotú, akkor ezt úgy hívjuk, hogy szőnyegezzük, tehát kap egy új aszfalt szőnyeget. Ha a szegély is rossz, akkor nyilván ilyenkor azt is csináljuk. Ha viszont a szegélyhez hozzányúlunk, akkor nagyon sokszor elengedhetetlen, hogy a járdát is javítsuk, hiszen meg kell bontani a járda szélét, és ha rossz a járda, akkor nem csak így a szélét javítjuk ki, hanem teljes egészében a járdát. Az utak és a járdák felújításához szükséges pénzt az önkormányzat biztosítja a kommunális adóból befolyó összegből. Öröm az embereknek az, hogy normálisan tudnak közlekedni, nincsenek kátyuk, nincsenek gépkocsikárok. Gyakorlatilag az egyik lakó mondta egyszer nagyon jól, hogy ő azért is örül neki, mert egyszer jó minőségű lesz az út, másik az, hogy az ingatlanaik értéke is más lesz. Most nem akarnék utcát mondani, de az egyik utcában volt egy ház, amit már nagyon régóta árultak, ott az Istenhegyitől nem messze, és ahogy az utcát megcsináltuk, utána érdekes módon rögtön elkelt. Várhatóan a Németvölgyi út felújítása tart majd a legtovább, de augusztus végére, vagyis iskola kezdése ez is elkészül. Idén már a 400 ezredik pályázót köszönhetik az Erzsébet programban, jelentette be a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának elnöke. Guller Zoltán elmondta, a pályázók 95%-a hátrányos helyzetű, így az Erzsébet utalványok forgalmazásából befolyó pénz segítségével olyan családok mehetnek el nyaralni, akik ezt anyagi helyzetük miatt nem engedhetnék meg maguknak. Az Erzsébet program munkáját több száz önkéntes segíti, és számos sportoló művész is vállalta, hogy eltölt egy hetet a táborozó gyerekekkel. Az elmúlt években az Erzsébet programnak köszönhetően több mint 180 ezer gyerek jutott kedvezményes pihenéshez. Jól járnak, akik a következő hetekben vásárolnak. Megkezdődtek a nyári leárazások. A nagyobb, akár 50-60%-os akciók elsősorban a ruházati termékekre vonatkoznak majd. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint ezzel együtt ezen a területen idén valamivel kisebb lesz az árcsökkenés, mivel az év elején 10%-kal nőtt a ruházati termékek forgalma. Ezért aztán a kereskedőknek kevésbé van szükségük a raktárak kiürítésére. Figyelembe kell venni azt, hogyha a kirakatban látunk egy olyan táblát, hogy 70%-at, azt jelenti, hogy mindent annyira olcsóban adnak, hanem az üzletmenettől függően választja ki a kereskedő azt a terméket, amit nagyon le akar árazni, és egy
talán azokat, amelyeket olcsóbban akar adni. Valószínű, hogy idén, miután a piac menet jól alakul, valamivel kisebb arányú lesz a leárazásoknak a köre, vagy a nagy arányú leárazásoknak a súlya, de természetesen a nyári szezonális vásárok azok folyamatosak a kereskedelemben, és így aki olcsóban akar vásárolni, az biztos, hogy fog tudni. Megérkeztek Budapestre az új szelektív gyűjtő célgépek. Ez fontos lépcsőfok a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés projektnek, amely uniós támogatásból valósul meg. A végcél az, hogy jövőre a főváros teljes lakossága szelektíven gyűjtse majd az otthon keletkező hulladékot. Megérkeztek Budapestre a szelektív hulladékgyűjtő célgépek. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés program fontos állomásaként 20 új járművet adott át Tarlós István főpolgármester a Fővárosi Közterület fenntartó ZRT-nek. Története van a dolognak, és egy új szakaszába lépett a hulladékgazdálkodás, így az integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének szándéka és célja Budapesten, hogy lehetővé tegye a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A szinte teljes egészében uniós finanszírozású házhoz menő projektnek köszönhetően ez év végéig több mint 400 ezer szelektív hulladékgyűjtő edényt helyeznek el Budapest területén. Közel 300 ezeret már át is adtak, melyek közül a kék fedelű a papír, míg a sárga fedelű a műanyag és fém hulladék szétválogatására szolgál. A begyűjtéshez pedig már 20 környezetbarát, számos előnnyel bíró célgép áll a főváros rendelkezésére. Először is olcsóbbak. Olcsóbb az üzemanyag bennük, olcsóbb az üzemeltetésük, alacsonyabb, lényegesen alacsonyabb károsanyag kibocsátással rendelkeznek, lényegesen 50-75%-kal kisebb a zajterhelés, amit mutatnak az unió területén 2018-ig jövedéki adómentességet élveznek, a legkedvezőbb környezetvédelmi osztályba sorolhatók. A főváros összesen 60 ilyen tehergépjárművet rendelt, melyek közül legkésőbb október végére az utolsó 40 is a Fővárosi Közterület fenntartó ZRT birtokába kerül. Az új hulladékgyűjtő célgépek működésével és magával a házhoz menő projekttel több távlati terv is megvalósulhat. Azon túl, hogy ez a környezettudatosságot erősíti és a környezetvédelmet, sokan nem is gondolnak arra, hogy a hulladék az milyen energiaforrása. Gyakorlatilag ebből a hulladékból energia állítódik elő, jelen pillanatban is mi a palotai égetőnkbe távhőt és elektromos energiát állítunk elő, egész megyert ellátjuk ezzel. Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtésnek még nincs kialakult kultúrája, de a jelentőségéről egyre több szó esik. Mint annyi minden mást, a természet iránti felelősséget is gyerekkorban lehet megalapozni, amiben az FKF ZRT aktív szerepet vállal. Az iskolákba, óvodába, a környezettudatos neveléssel igyekszünk a lakosságot megszoktatni a környezettudatosságra. Ez egész egyszerűen iskolákba nagyon jól működik, pedagógusaink járnak ki ingyen, és a gyerekek hazaviszik ezt a gondolatot. A tavaly indult házhoz menő projekt végén, vagyis 2015-ben Budapest teljes lakosságánál szelektíven lesz gyűjtve a szemét. Az irány tehát megvan, így fokozatosan felzárkózhatunk a tőlünk nyugatabbra fekvő országokhoz, amelyekben a szelektív hulladékgyűjtésnek nagyobb hagyományai vannak. Példaként említve Ausztriát, Grazban, Salzburgban, Linzben sok ilyen tehergépjárművel lehet találkozni, sőt Münchenben 100 fölött van a számuk, ahogy Németország több nagyvárosában is. Az új célgépek színe kék és sárga, ami nem véletlen, és a már kihelyezett kukák szintén erről ismerhetők fel. Velük már 8 kerületben találkozhatunk, de mostantól a munkába álló új célgépeket is bárhol láthatjuk. Részletfizetési engedményt kaphat a biztosítótól az utólag fizetendő fedezetlenségi díjra júliustól az a gépjármű tulajdonos, akinek nem volt kötelező gépjármű felelősségbiztosítása. Ez akkor lehetséges, ha a biztosítással nem fedezett idő több mint 120 nap. Az erről szóló szabályozást még tavaly decemberben fogadták el. A biztosítási fedezet nélkül maradt időre utólag megfizetett KGFB-díj a kártalanítási számlára kerül, ebből fedezik a biztosítással nem rendelkezők által okozott károkat.
Elkészült a MOM Sport új szabadtéri edzőrészlege. A szabadtéri eszközökön közepes nehézségű gyakorlatokat lehet végezni, így azokat a laikusok vagy alkalmi sportolók is kipróbálhatják. Az eszközök használatában szakemberek is segítenek. Ott jártunk, akkor már az utolsó simítások zajlottak, mostanra pedig már el is készült a Street Gym, a MOM Sport új szabadtéri edzőrészlege. A játszótér mellett felállított eszközöket bárki kipróbálhatja, akár úgy, hogy közben a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit nézi. Úgy gondoltuk, hogy eleven ez egy sportközpont, és akár most a meccsek között a szünetekben is van arra lehetőség, hogyha valaki mozogni akar, akkor ennek legyen helye, ahol ezt megteheti. Egy úgynevezett street gymet építettünk a játszótér mellé, abból az apropóból, hogy amíg a gyerek mozog, addig apu is megteheti, vagy anyu is. Ezeken relatíve közepes fizikai felkészültséggel lehet már gyakorlatokat végezni, hiszen tolózkodni mindenki tud a saját súlyával, fekvőtámasz tud, állva, vagy akár a hagyományos módon ugrálni mindenki tud, előbb-utóbb, ha megerősödik, akkor fel tudja magát húzni. Az új eszközök használatában a MOM Sporton belül működő fitness centrum szakemberei segít. Így a laikusok vagy alkalmi sportolók is megfelelő támogatást kapnak. Hasonló szabadtéri edzőrészleg egyébként nincs a fővárosban. Kicsit itt megváltozott ennek a területnek a használata, hiszen korábban csak parkoló volt, vagy ugye az úszó vendégek kint napoztak. Most azért nekünk az a célunk, hogy az úszodában is egyre több aktivitás legyen, úgyhogy a karórával ők onnan kijöhetnek ide edzeni, hogyha szeretnének. És az önkormányzati sportnapon bevált röplabdapályát is kint hagytuk gyakorlatilag tesztelni, hogy vajon akarnak-e mozogni az úszás mellett az idejáró vendégeink. A MOM Sport vezetője azt mondja, a kertben egyre többen követik a foci VB eseményeit, de az élet a világbajnokság lezárulta után sem áll meg. Mivel nekünk vízilabdás kötődéseink is vannak, főként az Ibl-hegyvidék különböző korosztályos csapatai kapcsán, az Európa bajnokságot, akik nem kaptak jegyet a Margit-szigetre, vagy éppen nem egy mobil lelátóról szeretnék nézni a meccseket, azt ugyanebben a meccs hangulatban itt sörözgetve, sörpadon ülve, sportolgatva vagy a medencéből majd nézhetik. Az önkormányzat cége egy éve látja el a Csörsz utcai létesítmény üzemeltetését. A MOM Sport által nyújtott lehetőségeket egyre többen használják ki. Az átvételt követő 10 hónapban 250 ezer látogatója volt a sportcsarnoknak. Ismét meghirdeti a kerékpáros barát település és a kerékpáros barát munkahely pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros Magyarország Szövetség. A tárca az elismerésekkel arra ösztönzi az önkormányzatokat és vállalkozásokat, hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával tegyék lehetővé és vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést. A tavalyi pályázatok nyomán 23 település és 28 munkahely viselheti a kerékpáros barát címet. A jelentkezéseket csak elektronikusan lehet kitölteni és beadni. Adásunkat az interneten is megnézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!